Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Környezetvédő szervezetek képmutatással vádolják azokat a politikusokat, akik a lehető legkörnyezetszennyezőbb módon magángéppel érkeztek az ENSZ dubai klímacsúcs találkozójára, hogy ott a bolygó megmentéséről beszélgessenek. De vajon mire elég a klímaharc? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy 30 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott magyar miniszterelnök Antal József. De vajon mi napjaink Antal képe és hogyan fejezhető ki szellemi örökségének lényege? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Gíró Szász András, aki szerint klímakérdésekben nem a választott politikusok, hanem a pénzhatalom dönt. Nem törődhetünk bele, hogy a tőke diktáljon, ezt már Schiffer András mondja. A stúdióba várjuk Géfodor Gábort, aki azt gondolja, hogy nem a Celsius fok számít, hanem a pénz. És itt lesz velünk Hegyi Gyula, aki úgy véli, hogy olyan világmozgalomra van szükség, ami az emberek valós érdekeit képviseli. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Ma ér véget, december 12-én Dubajban a klímacsúcs, amivel kapcsolatban azért van néhány érdekes dolog. Először is arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek ez a dubai helyszín, ez metafora értékű, mert mégiscsak a világ legnagyobb kibocsátójáról van szó, tehát az ENSZ ezzel is mutatni akarta, hogy igen, valamit tenni akarnak. Vagy most egy kicsit profán leszek, vagy pedig egy felmutatott középső új? Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban számtalanszor beszélgettünk a államokon kívül megfogalmazott hatalmi központokról, amelyeket alapvetően a tőke hoz létre. És a klímacsúcs kapcsán is ez jut eszembe, hogy itt lehet, hogy találkoznak államok, meg fontos vezetők, meg találkoznak fontos vállalatvezetők is, de alapvetően rajtuk kívül szerveződik meg a legnagyobb, a klímát károsító vagy rongáló tevékenység, és én az elmúlt 20-30 évben semmi olyat nem láttam az ilyen típusú összegyűléseknél, következményt, amely érdemben befolyásolta volna a dolgokat. Lehet, hogy hoztak valami döntést, hoztak egy határozatot. Aztán hol az egyik ország nem írta alá, hol a másik, hol az egyik vállalat erősebb lobbiát nem tudta legyűrni az adott nemzetállam, hol a másikét. Tehát nekem komoly szkepszisem van ennek a bármilyen eredményességgel kapcsolatban. Tehát azt mondod, hogy itt egy lett. Hát nem használtam ezt a kifejezést, de igazán ilyen... irodalmi. Az a baj, tehát a problémát érzékem, őszinte ezek, én nem értek ehhez. Nem értek a körülöttem lévő világot látom, és látom azt, hogy milyen hatásai vannak például a politikára, hogyha a szír polgárháborút megnézzük, annak az egyik okozója a klímaváltozásból fakadó változások a bizonyos szír területeken és bizonyos belső törzsi mozgások, amelyek polgárháborús helyzetekhez vezettek. Igen. De tehát ezeket látom, de nem én vagyok a legadekváltabb, hogy ezt így azt mondjam, hogy ez egy gittegybe. András? Szerintem András ebben mindenki illetékes. Tehát az, hogy az életvilágunkkal mi történik, abban régen rossz, hogyha a szakértőkre bízzuk a döntést. Egyébként az eredeti kérdésre reagálva lehet ezt feltartott középső újnak is nevezni a dubai helyszínt. Ez egy provokáció, illetve szimbóluma annak, hogy hogyan ültort a zöldre festés az ökológiai mozgalmak a zöld mozgalom felett. Ezzel együtt azért annyi pozitívumot, nem sokat, de annyit meg kell hagyni, hogy főleg itt az újjáéledő hidegháborúban számomra nagyjából mindegy, hogy milyen apropóval és hol a földgolyón, de összejön több tucat, hanem 100 országnyi állam, illetve kormányfő, az szerintem csak üdvözlendő. Még akkor is, hogyha rendkívül semmit mondó szövegeket tolnak, sajnos a magyar elnök is, és megnéztem direkt a delegációk listáját, és erre a távoli kies helyszínre még Óceániából is, persze Európából is, meg Dél-Amerikából is,
hatalmas méretű delegációk röppentek át, de úgy, hogy hát ott nem a szakavatott apparátus növelte a delegációt, hanem a különböző fotósok és Facebook szerkesztők a különböző miniszteriális, illetve államelnöki uralkodói delegációkban. Na, mindegy, zárójel bezárva. Azért mondom, hogy ez a zöldre festés diadala, mert én meglehetős gyanakvással figyelem nagyjából 19 óta, ahogyan a klímaváltozást a mainstream kiszakítja az ökológiai válság egészéből, a klímaválságból, illetve a kibocsátás csökkentésből csinál egy ilyen metaforát, egy politikai terméket, és a mélyütést az ökológiai mozgalmaknak, az ökológiai gondolkodásnak pont ezzel lehet bevinni. Én szerintem a nagyon elvont veszély, mert szerintem épeszű ember azt nem tagadja, hogy erre itt elég szépen utalt az András is, hogy klímaváltozás van. A klímaváltozás, illetve hogyha nem teszünk semmit a klímaváltozás ellen, az nyilvánvalóan a saját, illetve az utódaink létfeltételeit tragikus mértékben fogja korlátozni, illetve már most súlyos válságok, regionális válságok okozója. Viszont nem lehet nem észrevenni azt, hogy a klímaváltozásnak a politikai terméké faragása elviszi az emberek, a tömegek tekintetét az igazán bűnösöktől. Nézzük meg, hogy az ezredforduló utáni években, amikor indul a globalizáció kritikus világmozgalom, a tiltakozások megnevezik a bűnösöket, akik most ott tárgyalnak Dubajban. A Shell, az ExxonMobil és más cégek, akik vastagon benne vannak az iraki invázióban, ők a legnagyobb haszonélvezői az amerikai agressziónak 2003-ban. Most, amikor festményeket öntenek nyakon, meg az Adriai tengert locsolják le zöld festékkel, akkor érdekes módon már megszemélyesítetlen, hogy ki ellen küzdenek. Ugye? És én szerintem sokkal célszerűbb lenne, hogyha arról beszélnénk, ami a problémák gyökere, például a tervezett avulás. Tehát amíg a tervezett avulás tényleg hatalmas extra profitot hoz cégeknek, és konkrét profitérdekekkel kéne ütközni, és a tervezett avulás egyébként nagy mértékben szennyezi az ökoszisztémát, a vizeket, a földeket, a levegőt, és a többi, és a többi. A növekvő kitermelés folytán, az, hogyha a klímaváltozásra szűkítjük le a gondolkodásunkat, az például azzal jár, lásd az elektromos autóbumot. Én nem csak Magyarországon, mondjuk Kelet-Magyarországon tartom tragikusnak azt, ami történik, egész Európában. Tudnélik, az elektromos autógyártásnak az összesített ökológiai lábnyoma az nem nagyon törpül el a belső égésű motorral hajtott gépjárműveknek az ökológiai lábnyomától. Ki kell termelni a lítiumot? A lítium kitermelés tavakat szüntetett már meg Dél-Amerikában. A kitermelésben gyerekeket használnak fel például Afrikában, és a többi, nem beszélve arról, hogy könnyen lehet, hogy Magyarország például egy akkumulátor hulladéklerakóhely lesz, hiszen a hulladék újrahasznosításról kapcsolatban még az emberiség nagyon gyerekcipőben jár, de van egy uniós irányelv, hogy az első gyártónak vissza kell vennie az használt akkumulátorokat. Hát vannak szerintem őszinte megnyilvánulások a politikában, tehát amikor a milliárdosok Davosba találkoznak, ezt értem. És vannak képmutató dolgok, tehát például a nők helyzetéről Isztambulba megállapodni és isztambuli egyezménynek hívni, szerintem ez komikus. Ugyanígy komikus Dubajban találkozni és a klímavédelemről beszélni, mert tehát az átlagember, a kisember nem is érez dühöt, hanem azt gondolja, hogy hát ezek hülyére vesznek engem. Szóval van itt egy probléma, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy politikai termékké teszik ezt a kérdést, nyilván azért, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Illetve ezek a nagy cégek, a nagy szennyezők azt a játékot játsszák, ami a legegyszerűbb játék a politikában, állj az élére a mozgalomnak. Pontosan. Ennyire egyszerű a játék, és közben András lesz a hibás, meg már többször elmondtam ebbe a tévébe Gábor, aki nejlonszatyorba vásárol a helyi boltba, és akkor nekem kellene odafigyelnem, hogy környezettudatosabban éljek, míg a nagy cégek megállapodnak Dubajban arról, hogy akkor hogy lesz ezentúl a biznisz. Szóval én azt gondolom, hogy nem tudja kikerülni a politika, hogy témává ne tegye ezt az ügyet, de megoldani se tudja.
És ezért érezzük ezt, hogy a komikum, a képmutatás, az üres szólamok mezeire téved a politika, mert nem tud konkrét cselekvést előírni vagy kikényszeríteni. És szerintem ez rövid időn belül nem fog változni, mert ezeket a nagy szennyezőket a nemzetállamok, a politikusok, a választott vezetők nem fogják tudni kényszeríteni arra, hogy figyelj a zöldre. Gyula? Azért a helyszínről annyit mindenképpen mondanék, hogy persze komikus olyan helye rendezni, ahol hűtenek a szobába, aztán fűteni kell, hogy mégse fagyjanak meg, hogy ez elhangzott. Annyit azért mégis hozzátennék, hogy a Emirátusok, Szaúd-Arábia, Katar, ezek egyre fontosabb országok, hiszen látjuk éppen a Gáza ügyben, hogy milyen fontos a közvetítésük, hogy tényleg a világvezetői mennek oda. Ez részint attól függ persze, hogy náluk van az olaj, de azon kívül is úgy érzem, hogy ezek olyan országok, amelyek az arab világon belül szerencsére valamilyen módon már nem csak az olaj miatt ismertek, van egyfajta tekintélyük, úgyhogy bárcsak progresszíven, a szó jó értelmében progresszíven használnák azt, hogy valamilyen módon semlegesek tudnak maradni. A András mondta, hogy ott találkoznak emberek, különböző vezetők. Azért tudnak ott találkozni, mert ezeknek az országoknak nincs egyelőre olyan egyértelmű elköteleződésük, hogy akár az Egyesült Államok, akár Kína és Oroszország ne tudna tárgyalni velük. Bár egyébként az Európai Unió lenne ilyen, amelyik egyfajta tekintély lenne, mint keleten, nyugaton, hát sajnos ezt a esélyt eljátszottuk. Én foglalkoztam klímaváltozással, már Európai Unióban, parlamentben, környezetvédelemmel foglalkoztam. Én azt gondolom, amit mondtok, ez igaz. Én másképp tenném föl, hogy mindig akkor van baj, amikor ezt a fajta, a dolognak a szakmai valóságát, hogy mi okozza, vagy ideológia, vagy politikai okokból eltérítik. Politikai, gazdasági okokból. Én ilyen ideológia eltérítésnek érzem, amiről talán most nem beszéltünk, az, hogy a zöldek miért harcolnak oly hevesen az atomenergia ellen, amely tulajdonképpen a klíma, a kibocsátás szempontjából egy semleges. Nem igaz. Nagyjából. Sokkal kevésbé, mint egy szénerőmű. Ha a teljes életciklust nézed, nem igaz. Jó, de most, hogyha bezárod és helyette szénnel csinálod, akkor minden, mint Németországban. Tehát én ezt ideológiának tartom alapvetően, ezt a túlzott atomerőmű ellenességet. A gazdaságilag, meg természetesen nyilvánvaló, amit mondtatok, az mindig az, hogy azok, akik a hatalmat gyakorolják, azoknak nem érdekük a csökkentése. És hát a vízhiány ugye nem csak Szíriában problémát, egész Közép-Afrika attól szenved az elsivatagosodás, aminek már következtében már 4 ország lényegében átállt a franciáktól az oroszokhoz. Na, az oroszok se fognak vizet adni, legfeljebb a kínaiak talán majd valamit tudnak. De mindenképpen a klímaváltozás egy nagyon fontos politikai tényező. Vannak, akik kihasználják, nagyjából azok használják, akik a gazdasági hasznát bezsebelik. Azért Gábor, neked annyit mondanék, hogy az ember maga is tud, tehát tudom, hogy nevetséges tűnik az, hogy valaki szelektíven gyűjt, de én úgy érzem, hogy akkor mégiscsak fontos gyűlök, és akkor kisgyerek... A lelkismeret kérdése az fontos és kérdés. És amikor a kisgyerek elkezd szelektíven gyűjteni, akkor abban van egy jó folyamat, hogy ha olyan odafigyel, akkor talán másra is odafigyel. Egy új világban nő fel, abban illik odafigyelni, gondolom. András? Csak én egy mondatára kaptam fel a fejemet. Most nem a nukleáris energia dolgában nem értünk egyet, nem ezt akarom megnyitni. Azon legkedvebb. De Gyula azt hiszem úgy fogalmazott, hogy akik hatalmon vannak, igen, azoknak nem érdekük a csökkentés. Ezt mondtad? Én is így erre kaptam fel. Na most ez azért lényeges, mert akkor kik vannak hatalmon? Ez a tőke. Ezt mondtam. Na de miért kell, hatalmon, Gyula? Miért kell, jó, de miért természeti törvény az, hogy a tőke legyen hatalmon? Hát ez egy jó kérdés. Hát ezt a kérdést kéne feszegetni, hogy miért a nagy pénz diktál? Miért törődünk bele abba, hogy a globális nagyvállalatok ott ülnek kormányközi csúcs találkozókon, és de ők diktálnak? Miért tekintjük természetesnek azt, hogy ENSZ szakosított szervezete dicsekszik azzal, hogy multimilliárdosok, a globális nagytőke szimbólumai szponzorálják őket? Miért hagyjuk, hogy a globális együttműködés, a így-úgy legitimált nemzetállamok globális együttműködés, ami elkerülhetetlen egyébként a túlélés érdekében, globális nagyvállalatok a spekuláns tőke játékszere legyen, és még valami a globális együttműködésről, hogyha valamiről egyébként itt a dubai klímacsúcson, most a helyszíntől egyébként
nem is annyira függetlenül persze, hogy a Gyula erre már utalt, fontos lett volna beszélni. Hogy emlékezzünk vissza arra a russzofób, sőt olykor sinofób hisztériára, ami az európai külpolitikát elöntötte tavaly február 24-e a putyini agresszió után. Komolyan gondoljuk azt, hogy a bolygó jövőjéről lehet úgy eszmecserét folytatni, hogy abból az európai, illetve az euróatlanti diplomácia teljesen kiiktatja Oroszországot, és próbál átnézni Kínán meg Indián? Tudnék egy példát mondani. Amikor elkezdték a szankciókat bevezetni, akkor azok a német tudósok, akik a permafrost kibocsátást vizsgálták, Szibériába egyből kivonultak onnan. Tehát most már nem probléma, hogy a metánk fölmegy az égbe, az a lényeg, hogy megbüntessük Oroszországot. Igen, például, hogyha a világ hatalmai politikai együttműködnének, és nem ideológiai téboly lenne közöttük, akkor jobban föl tudnának lépni a nagytők ellen. Így van, tökéletes. Tehát annyira jó az észrevétel, hogy ki van tulajdonképpen hatalman, tehát emlékszem még 2014-ben, amikor a krímet, a majdani és a krímet, tehát 15-ben, és jönnek a szankciók az unió részéről, akkor is egyébként erős atlanti nyomásra. És ennek következtében egy év alatt az Európai Unió export-import relációja 27-28%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan 4-5 amerikai cég olyan mértékben hatolt be az orosz piacra, hogy 21-22%-kal növelte az egész amerikai-orosz relációt. Tehát, és itt ezt nem államok döntötték el. Uh-huh. Az egyik részét igen, ráhatással, de a másik részét abszolút cégek hajtották végre. Azt, hogy ezeknek a cégeknek milyen szerepük volt, hogy mondjuk az amerikai establishment nyomást gyakoroljon az unióra, hogy ezeket a szankciókat bevezesse, az fedje homály, de azért feltételezzük, hogy... Na értem, de hogy nem tudok róla semmit, de hogy feltételezzük, hogy végül is olyan gyorsan reagáltak, és olyan pontosan, szinte orvosi szike pontossággal azokra a területekre pillanatok alatt behatoltak, ahonnan különböző uniós cégek kijöttek, hogy hát... már akkor lehetett látni, hogy a hatalom nem feltétlenül ott van, ahol a választók cetliei. András azt kérdezte sokszor, hogy miért? Miért hagyjuk, meg miért történik ez? Mert nem a Celsius fok számít, hanem a pénz. Persze. És hogy Európa, például hajlamosak vagyunk ostobának is minősíteni, amikor önkorlátozza magát. Például előírja, hogy ő vállal bizonyos korlátokat, amikor a versenybe be akar szállni. Ázsia meg nem vállal. És akkor észreveszük azt, hogy... És Amerika? Hát Amerika meg, lásd András, meg más sebészikéssel dolgozik, másképp hatol be, és akkor Európa itt áll, és akkor előírja, hogy mi fog történni például a személygépkocsi gyártással, vagy az autógyártással, és akkor néz körbe a világba, hogy lehagyják. És tudod, Gyula, ebből a szempontból igazad van, hogy ha az ember a gyerekét neveli, akkor arra neveli, hogy legyen tudatos a környezetével kapcsolatban, de ha ezeket a szempontokat figyelembe veszük, akkor ez az egész egy árnyékküzdelem, egy ilyen kamuflázs, egy ilyen figyelemelterelés. Uh-huh. Amikor, és most akkor szándékosan nem környezettel kapcsolatos példát hozok, amikor a woke mozgalom elindul. Nézd meg, mely cégek a legnagyobb támogató háttérben. Hát, és azoknak a cégeknek mondjuk milyen a gyerekmunkával, az egyéb végletes kizsákmányásra kapcsolatos sarai vannak a fülük mögött, és hogy terelik el a figyelmet erről az egészről, hogy ne azon legyen a fókusz. András, hát az egész Greta Thunberg megjelenés mögött is. Ezt hívják el csatornázásnak. Persze. Tehát a globális kapitalizmus így tudja stabilizálni a hatalmát, így lehet az elnyomást úgymond elfogadottá tenni, mert az elnyomással szembeni, a pusztítással, a gyerekmunkával szembeni lázatás, ami egyébként kim volt az utcákon, Seattle-ben, Genovában és másutt az ezredfordulón, az most el van terelve idióta identitáspolitikába, illetve az ökológiai válságból kiszakított klímaharcba. Ezt látjuk most, és így tudja a globális uralkodó osztály, nem tudok erre jobb kifejezést, így tudja a saját hatalmát stabilizálni. De ennek az is a problémája, nem akarok olyat mondani, hogy világproletáriai egyesüljetek, de az a baj, hogy a tőkés globalizáció ellen nem tudott megszerveződni egyfajta
olyan világmozgalom, egy alternatív, hiszen mindig azt mondtuk, hogy globalizáció ellenes. Nem, András nyilván azt mondta, hogy alterglobalista. De ez az alter nem tudott megerősödni. Mert elcsatornázták Gyula nagyjából 2000 után. Hát, igen, pontosan mind a kereszténység, mind a marxizmus végül is arra született volna, hogy az országok fölött egy humanista értéket képvisel, vagy humanistának tartott értéket képvisel, valahogy egyik sem alkalmas arra, és talán még utaltál a kérdésekben a Ferenc pápára, aki szerintem a leginkább következetes álláspontot képviseli egyszerre szociális és környezetvédő, de nyilván az ő szava is olyan, hogy meghallgatják, és aztán többé-kevésbé szentelt víznek nézik, és nem többet. Tehát azt gondolom, hogy nagyon egyetértek veletek, hogy szuverenizmusról beszéltek, vagy szuverenistákról, de azért kellene egyfajta olyan világmozgalom, amely valóban az emberek érdekeit képviseli nemzetközi adózásban, hogy ne lehessen kivonni a tőkét egyik országból a másikban, majd sehova, hogy ne legyenek ilyen adóparadicsomok, hogy valamilyen módon a világban egy humánus zöld rend legyen. Ez lenne a végső cél. Igen, nem csak erre kitalálták Gyula azt, hogy belénk nevelték a klímaszorongást, ezáltal személyesítették ezt a problémát, és onnantól kezdve azt kezdenek valamit akarnak. Ez a zöld szégyenítés. Ez is a manipulációnak az egyik. Csak az elcsatornázást én színháznak hívom. Tehát berendeznek nekünk színházakat. Erről szól az identitáspolitikai küzdelmek egész sor, a gendertől a vókon át. Erről szól ez a klímahisztéria, hogy át tudjuk élni ezeket a nagy drámákat, miközben a hatalom birtokosai, tehát nem a választott politikai vezetők, azok pedig tulajdonképpen játsszák a játékaikat, teszik a tétjeiket. Ez történik. Ez nem összeesküvés elmélet, hanem működési mechanizmus. Igen, de miért tehetik ezt meg? Ugye Gyula utalt arra, hogy talán a Világproletári Egyesület is használtad, hogyha mindenki, teljesen mindegy, hogy egyébként a politikai felfogás, ami, hogy hogyan áll a világhoz ebből a szempontból, igen, de hogyha két lábbal a földön jár, vannak erkölcsi értékei, és világosan látja a közösségének az érdekeit, akkor ezekre előbb-utóbb rá kéne, hogy igen, találjon ezekre a válaszokra, amit te is pedzettél. Igen ám, de mi az érdeke ennek a politikán kívüli hatalomnak, hogy most akkor ilyen egyszerűen definiáljam, az az érdeke, hogy ezt egyszerre a világ sok pontján, nagy tömegben ne ismerjék föl. És mit, hogyan tudja ezt megvalósítani? Te színházat mondtál, én azt mondom, hogy média. De azt mondom, hogy a médián keresztül, a mai modern médián keresztül olyan topikokat rak le, elcsatornázás, amelyekkel lényegében nem engedi, hogy még a legjózanabbul, a leginkább két lábbal a földön járók is eljussanak erre a következtetésre, széles, nagy tömegekben, nem lokálisan, hanem mondjuk egyszerre több száz országban. Igen. András, te médiáról beszélsz, de ezt tudjuk konkretizálni. Mert ma már még csak nem is a nagy tévétársaságok, és főleg nem a nagy lapkiadók a játékosok. A platform szolgáltató. Így van. Így van. És ha emlékeztek, 20, igen, akkor volt az amerikai elnökválasztás, 20 nyarára, BLM. Az amerikai elnökválasztás finise előtt vagyunk egy perccel. Gyakorlatilag akkor történik ugye a konvenciókon a formális jelölés. Nem csak BLM mozgalom zajlik az Egyesült Államokban, hanem elindul egy másik mozgalom a globális nagytőke játékosai között, hogy Stop Hate for Profit. És ennek az a vége, hogy a platform szolgáltatókat a legnagyobb reklámozók, tehát itt a tőke logikán belül vagyunk, elkezdik zsarolgatni, hogyha teret engedsz a gyűlöletbeszédnek, ez ugye hála Sólyom Lászlónak, azért Magyarországon nagyon is keretek közé lett szorítva 92-től, hogy mit tekinthetünk gyűlöletbeszédnek. És a másik, a fake newsok ügyében nem lépnek előre a platformszolgáltatók, akkor ők ott nem fognak hirdetni. Na most a platform szolgáltató is a profitból él, hogyha ő kap egy diktátumot azoktól a cégektől, akik egyébként ott menetelnek az összes jó emberkedő demonstráción, akkor ő le fogja csavarni ezeket a tartalmakat. Finissel az amerikai elnökválasztási kampány, kiderül, hogy a kihívó fiacskája, hát történetesen véletlenül pont Ukrajnába, gyanús üzelmekbe keveredett, elkezdték hájdolni a kihívó fiacskájával kapcsolatos híreket, majd miután az összes, nem tudom, halottnak meg egyebeknek a szavazatai is beérkeztek, meg volt a végeredmény, akkor hirtelen föltárult, hogy miről is szólt ez a biznisz. Hát sőt, le is lepleződtek ők különböző... Ezt csak arra mondom, hogy ez hogyan működik, ami itt már nem a hagyományos médiáról van szó, bár az is megérne néhány kört.
hanem gyakorlatilag a hagyományos média, a nemzeti médiapiac, lásd az ausztrálok, az ausztrál parlament esetét a Facebookkal, hogy ott egy komoly kenyértörésig menő vita volt az ausztrál kormányzat és a Facebook között 2020 januárjában talán. Igen, hogy gyakorlatilag a hagyományos média is annyit ér, amennyit belőle láttatni engednek a közösségi platformok. Ezek a platformszolgáltatók jó részt ugyanazoknak a magántőke alapoknak a befolyása alatt vannak, mint a Big Tech, a Big Agro, a Big Pharma és az egyéb ilyen nagyjátékosok. Ráadásul egy másik csatornán, tehát a hirdetések által még inkább ki vannak téve az ilyen nagy vállalatok érdekeinek. Tudjátok, az igen, a... nem csak, ne haragudj, Gyula, de itt azért... Persze a sajtó, meg általában a platform szolgáltatók, és itt valóban őrült problémák merülnek föl. De azért beszélhetünk arról is, hogy miközben demokratikusan legitimizált politikusok vannak, akiket megválasztanak valahol, ezek a politikusok elkezdenek lobbistaként működni azoknak a nagy cégeknek az érdekében. Tehát legitimáció megvan, ugyanakkor viszont nem a választók érdekeinek megfelelően. Már megveszik őket kilóra. Tehát ezzel mondtam, hogy csak a pénz számít. Tehát itt tulajdonképpen egy belső morális tartás is kell, hogy valaki figyelmeztesse magát, hogy mi az ő mandátuma, kitől kapja. Tehát ha megnézi valaki, hát itt van, aki Brüsszelt jól ismeri. Eva Kaili. Brüsszelben kapja a fizetését, hogy... Katartól kapja a pénzt. Hát, igen, és ez nem kivétel. Hát azért nem csak Eva Kaili, mert azért jó, mondom, nem csak SMS-ben kötött Pfizer szerződés, és itt tovább. Kicsit nagyobb volt a buli az SMS-t. Azért szeretnék, lehet én vagyok itt a fekete bárányzó, oda azért visszamenni, hogy tulajdonképp mind, amit mondtok, a woke, a cancel, a klímaszennyezés, a fekete élet is számít, ezek azért, hogy mondjam, azért jól megfogják az embereket, mert a kiindulása azért általában értelmes, ugye hát hogy végül is a történelemben szörnyűségek történtek, a nők is emberek, már elnézést kérek, a feketéket se szabad megölni a rendőröknek, a klímaváltozás valóban van, és valóban az a félelmetes, ahogy elindulnak, én által progresszív szót pozitívan szoktam használni, elindulnak progresszív humanista kezdeményezések, és valahogy akik csinálják, azok de nem is lehet, hogy megvehetők, egyrészük megvehető, másrészt meg hagyja, hogy kimenjen a kezéből a dolog, és egy idő után valamilyen módon a nagy tőke lenyúlja a tulajdonképpen humanistán kezdődő. És azt gondolom, hogy pillanat csak annyit mondanak, hogy és tulajdonképpen az egész baloldal, jobboldal vitájában azt látom, hogy sajnos mind a két oldal, vagy nincsenek emberek, akik képesek azt mondani, vannak fontos közös ügyek, amelyen esetleg érdemes lenne megvédeni, mielőtt kiveszi a kezünkből a nagy tőke. Ez fontosnak érzem. Gyula pár éve írta le Farkas Attila Márton a 68 utáni évekről, hogy azt, hogy ez a preventív ellenforradalom, amikor a lázadásnak a legfontosabb, igen, érzelmileg a leginkább telített szimbólumait egész egyszerűen elveszi, elcsatolja, igen, a reakció, a hatalom. Így van, és ez az elcsatornázásnak a legfőbb eszköze. Igen, egyetért. Ez zajlik a világszerben. Az, hogy le kell leplezni a képmutatást, tehát ugye itt le is fordítottad magyarra, hogy a fekete életek számítanak. Rá kell mutatni, hogy itt nem csak a fekete életek nem számítanak, ugyanúgy nem számítanak a fekete életek, ahogy az ukrán életek, az orosz életek, a zsidó életek, az arab életek se számítanak. Senkinek az élete nem számít, hogyha ezeknek a cégeknek az extra profitjáról, igen, van. Abban a pillanatban kiírtad magad. Csak egyetlen egy példa röviden a képmutatásról. A térdelés a fociba. Ez a teljesen értelmetlen dolog, és milyen késhegyig menő viták, szólnak erről az egész történetről, míg egyébként mi történik a háttérben, a színfalak mögött. De Gábor, ez pont jó példa, mert először egyszer valaki megcsinálja, hatásos. Nekem legalábbis hatásos lenne. Másodszor, harmad, elvárni, kötelezővé tenni, visszaüt. De ha nem kérdez le morálisan, és akkor beindul az egész. Az első gesztus, tehát ez tudni kell, ez kulturáltság kellene, meg ész, hogy tudja az ember, hogy mikor fordul vissza valami. Jön a következő téma. Van ma egy kerek évforduló, 30 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a rendszerváltoztatás utáni az első szabadon választott miniszterelnök Antal József. Beszéljünk arról, hogy mi napjaink Antal képe, mi volt a 90-es évek Antal képe, és hogyan alakult ki, alakult át Antal József szellemi öröksége és annak lényege, és
mivel itt ketten vagyunk Gyulával, akik személyesen is ismertük Antal Józsefet, te ugye szóváltásba is keveredtél bele a Népszava hasábjain. Magyar Hírlap. A Magyar Hírlap, igazad. Akkor még a Magyar Hírlap. Magyar Hírlap. És választ is kaptál a miniszterelnöktől. Igen. Hogyan emlékszel Antal Józsefre, és hogyan ítéled meg most? Abban az írásban azért egy kicsit nyáspolgárnak, kicsit vaskalaposnak, túlságosan nemzetinek, nem igazán európernek írtad le. Ez volt 90-ben. Igen. Változott a kép azóta? Hát az 1990-ben még fiatal újságíró voltam, előtte csak kultúrával foglalkoztam. Tulajdonképpen politizálni a rendszerváltozás után kezdtem, és akkor írtam valóban egy publicisztikát Antal Józsefről. Eléggé, azt hiszem, kritikus volt. Nem illik ilyet mondani. Szerintem néha igazságtalan. Itt van egyébként a cikk. Mondani, de azt hiszem, azzal csináltam meg magam, mert az Antal József annyira tisztességes, és talán bizonyos értem naiv ember volt, hogy egy kezdő újságíró cikkére egy kolumnás interjúba válaszol. Tehát ezzel ma már gondolom, hogy írhatsz a Népszavában Orbán Viktor nagyon sok cikket nem fog válaszolni rá valószínűleg, amikár. Akkor elmondok, nagyon röviden elmondom azt a képet, amit megfogtam benne, és ettől sajnos nem tudok elszabadulni ma se. Az én apám nagynénye az ilyen holtista özvegy volt, vagy feleség volt, és hát nyilván a 30-as évektől 60-as évek végéig nem utazott külföldre. Amikor kapott nagy nehezen útlevelet 70 körül Bécsbe, meg Münchenbe, akkor vásárolt 3 kalapot, meg 3 kesztyűt, mert a 30-as években egy új nő kalap és kesztyű nélkül nem ment ki. Majd döbbente látta, hogy nyár volt, hogy körülbelül félmesztelenül szaladgáltak a nők. Szóval arra akarok utalni, lehet egy kicsit, amit mondok talán mondén, hogy én akkor 90-ben fiatal emberként úgy éreztem, hogy Antal József egy olyan konzervatív világot hoz vissza, ami nagyon különbözött attól a fajta nyugati politikai kultúrától. Én már akkor voltam ösztöndíjjal például Hollandiában újságíró, amelyet én akkor kívánatosnak tartottam. Tehát nem volt annyira nyugati, mint gondoltam róla. És még egy, amit talán majd András ki fog helyettesíteni, vagy le fog lőni, vagy valami, de az első Antal kormányban a miniszterek sokkal kevésbé voltak technokraták, modernek, mint az utolsó német kormánynak a miniszterei. Én akkor ezt éreztem. Ma visszamenőleg természetesen azt mondom, hogy Antal is egy nagyon tisztességes ember volt, valóban a konzervativizmus, én nem vagyok konzervatív, de a konzervatizmus tisztességesen képviselte, és nyilván Európai Unióba akarta vinni a Magyarországot. Ezt egyébként a unió csatlakozásunkig ebbe a képviselőként tapasztalhatom, hogy nagyjából egyetértés is volt. Tehát utólag tisztelettel gondolok rá, és ma, ha írnék, akkor talán már nem a női kesztyűk jutnának eszembe róla, hanem az emberi kiállása. Gábor, te vagy a legfiatalabb közöttünk. Viszont én tanítottam az egyetemen Antal politika felfogását. Foglalkoztam vele elég sokat, és sok mindent mondhatnánk róla, de bennem egyetlen egy kép él, hogyha röviden kell erre válaszolni. Hogy ugye ő egy tudós volt, egy értelmiségi történészként foglalkozott Eötvös Józseffel, és ha jól tudom, az ő mottója az volt, nem tudom szó szerint majd idézni, az az eötvösi gondolat, hogy minél magasabb polcon áll valaki, annál kisebbnek látszik. És szerintem ez a szerénység a politikához, a méltósághoz, vagy a pozícióhoz való hozzáállás, ez a testtartás, ez jellemző volt Antalra. Hogy lehet, hogy anakronisztikus volt. Én is úgy értelmeztem, hogy ő egy ilyen nemzeti történelem nyelvén akart beszélni egy olyan parlamentben, amely tulajdonképpen értetlenül fogadta ezt a nyelvet, még akkor is, hogyha a szimbolikus politika uralta a viták nagy részét. És tulajdonképpen vesztett ezzel a nyelvével, és beleszorították abba, amit a te példád is erről szólt, ha jól értettem, hogy hát valamiféle hortikori nosztalgiát akar visszahozni a rendszerváltás után. Pedig ő az 1000 éves magyar állam történeti folytonosságára hivatkozott, meg abból indult ki, hogy olyan Magyarország legyen, amely összemérhető a világ bármely országával. Tehát tulajdonképpen felrakni újra a térképre Magyarországot, és még egy mondat, ami nagyon fontos, és szerintem ez egy nagyon jó mondat, aki politikával akar foglalkozni, hogy a földrajz ellen nem lehet politikát csinálni. Tehát van a földrajznak jelentőség, ezért is volt számára az a döntő kérdés, hogy minden belpolitikai kérdés egyben európai kontextusban vessen fel. Nekem ezek a legmaradandóbb élményeim, vagy emlékeim erről az időszakról.
És csak ehhez csatlakozva, hogy ezért volt neki az egyik idolja Teleki Pál, aki hát ezt a saját politikai praxisában, mármint a földrajztudását remekül kombinálta politikai készségekkel, viszont azért azt el kell mondani, hogy abban semmi csodálkozni való nincsen, hogy Antalt idézem, ugye ő 56 után alámerült, és nem is 56, 49 után alámerült, és kibekkelte már, mint az államszocialista diktatúrát, hogy nálunk a parlamentarizmus 49 és 90 között szünetelt. Tehát abban semmi csodálkozni való nincsen, hogy ami 89-90-ben felbukkan, az akkori világban, én emlékszem az akkori önmagamra is, tényleg egy kicsit fura és anakronisztikus volt. Hogyne? Nem vagyok büszke arra, nekem az első és egyetlen találkozásom Antall Józseffel az volt, hogy a 90-es tanévnyitó ELTE első éves joghallgatóként álltunk a Karzaton, és papírrepülővel dobáltuk meg a miniszterelnököt, akkor még lehetett ilyet csinálni. Mondom, nem vagyok erre büszke, mert akkor először fölmerült, hogy tandíjat fognak bevezetni. És készülődött valami hallgatói lázadás. De miközben Antalt, illetve Antal kormányzását az utókor joggal korholhatja sok mindenért. Antalnak nyilvánvalóan a legnagyobb személyes felelőssége nem is abban van, hogy a mediatizált politikához nem volt készsége, mert eltette Naftalinba azt a, most ezt pozitívan értem, azt a hagyományvilágot, ami a 49 előtti magyar parlamentarizmust jellemezte, hanem az, hogy úgy készült azért, hát ez kiderül aztán a későbbi elszólásaiból, beszédekből, ebből, abból úgy készült erre a világra, hogy neki határozott koncepciója azzal kapcsolatban, hogy a tulajdonviszonyokat, a gazdasági szerkezetet hogy kellene átalakítani, nem volt. De egy sodródás jellemezte, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy a kormányzása első 3 évében 1,5 millió ember reménytelenül a munkaerőpiacon kívülre került. És még egy, hogy bár nem az Antal kormány kezdte, hanem a Grossz, illetve főként a német kormány, a spontán privatizációt, illetve a kettéosztott gazdasági szerkezet, tehát a külföldi úgynevezett működő tőke túlsúlyával megáldott gazdasági szerkezet kialakítását, ebbe azért nagy felelőssége van az Antal kormánynak. Amit viszont nem lehet tőle elvitatni, az nem pusztán a személyes tisztesség és műveltség, hanem az egyetlen, és vagy legalábbis ez idáig az utolsó olyan miniszterelnöke volt ennek a hazának, aki a saját eszmei elvei alá rendelte az egész hatalom gyakorlását. Tehát nem arról volt szó, mint az utódainál, hogy a hatalom gyakorlása kommunikációs szempontok mögé álmodik, vagy szerkeszt valamilyen elvrendszert. Neki volt egy határozott nézetrendszere, még ha ez anakronisztikusnak is tűnt az 1990-es valóságban. A másik, Antal ebben nem volt egyedül, ilyen volt Szabad, és ilyen volt Sólyom is. Az intézmény tiszteletet mindennek felett állónak tartotta. Az Antal kormány óta sajnos nem volt olyan kormányunk, ahol olyan nagyon világos közjogi szerkesztéssel megrajzolt kormányzati struktúra működött volna, mint Antal József alatt. Most, hogy ennek milyen volt a hatékonysága, ez sok egyéb tényezőnek a függvénye, de az Antalt követő kormányok ezeket a nagyon tiszta közjogi formákat folyamatosan elkezdték feloldani. Amiért iránytű lehet Antal József, az mondom még egyszer, hogy abban mutatott példát, hogy igenis a politikai eszmék, az erkölcsi meggyőződések az önmagáért való hatalomgyakorlást meg kell, hogy előzzék, fölül kell, hogy írják. A másik pedig, hogy intézmény tisztelet nélkül nincsen működhethető demokrácia, sőt tovább megyek, nincsen összetartó politikai közösség, nemzet. Én egyetértek ebben az Antal leírással, amit most itt elmondtál, András, de azért azt is gondolom, hogy ha Antal nem csak ezen a erkölcsi és kellően átgondolt, már erkölcsi szempontból kellően átgondolt és megalapozott politikai színpadon, amit egyébként ő ácsolt magának állt volna, hanem még rendelkezett volna avval a társadalmi vagy gazdasági mérnökségből fakadó tudással és elképzeléssel, hogy mit akar csinálni már ezeken a területeken, akkor sem biztos, hogy ezeket meg tudta volna lépni. Ez azért fakad a rendszerváltás pillanatában, lényegében természetszerűleg a háttérben meghúzódott. Itt az előző témában a világról beszéltünk,
de le tudjuk képezni azt Magyarországra. Tehát ott is a hatalom azért nem a megválasztott kormány kezében volt nagyon sok szempontból. Tehát a gazdasági hatalom jelentős része már az impexekkel kezdődve megindult, és a kiszervezés lényegében a privatizáció, spontán privatizáció és a privatizációval befejeződve lényegében a kormányzati hatalmon kívülre kerül. Olyan gazdasági nehézségekkel küzdött, amely pont azért, mert nem volt minta előtte, vagy legalábbis a minta az 44 előtti. Nem volt minta előtte, voltak nyugat-európai minták, de a nyugat-európai gazdasági nehézségek azok nem úgy jelentkeztek, mint 90-ben egyik pillanatra a másikra Kelet-Európa, Közép-Európában. Tehát egyszerűen nem tudták megugrani. És a harmadik problémája az a humán probléma volt. Hát nem tudott kihez nyúlni. Egy csomó, valamelyikötök már tényleg nem tudom, említette a német kormány, maradtak a német kormányból jócskán az Antal kabinetbe szereplők. Antal lényegében ebből a három tényezőből fakadóan gúzsba kötve kellett, hogy táncoljon. És egy államtitkári szintől lefelé nem volt. Engedjetek meg egy gondolatkísérletet, mert mindaz igaz, amit elmondhatok Antalról, a hozzáállásáról, a médiával való sajátos viszonyáról. De vajon, ha megadja neki az ég, és neki tud menni a 94-es választásoknak, és látja azt, hogy mi történik, és utána újrázni tud egy idő múlva, tehát marad a politikában, akkor nem szűrte volna ugyanazokat a következtetéseket le, amit mondjuk Orbán Viktor leszűrt az első kormányzása után, hogy gazdasági, média hatalom nélkül nem lehet a politikai hatalmat stabilizálni, nem lehet kurzust létrehozni, és nem lehet hosszú távú terveket. Ezt értem, csak a mondandód, van azért hozzátartozik, hogy az adott szituáció szülte ezt a karaktert. Talán lehet, hogy történelmietlen, amit mondok, de néha elgondolkodom, valamelyest részese voltam a dolgoknak, hogy azt mondom, hogy túl a rendszerváltozás együtt állt a Szovjetunió összeomlásával, és talán túl hirtelen átvettünk egy politikai modellt, miközben nem gondoltuk végig, hogy milyen társadalmi, gazdasági modellt akarunk. Tehát, valaki mondta, és akkor gyűlöltem ezt a mondatot, de hogy egy erős kezű, nem feltétlenül több párti rendszer kellett volna még néhány évig, ami megteremti azt a fajta általam mondjuk szociális piacgazdaságnak tekintett rendet, amelyben aztán a pártok eljátszhatnak. Tehát csak tényleg, nem akarom mondani, tényleg akkor a kisgazda párt, aztán semmi haszna nem volt az országnak abból, hogy a kormányon volt, kivéve az, hogy a politikai demokráciába kellettek. Bocsánat, hogy egy prizmatörésen keresztül nyúlok ehhez a kérdéshez. Most 90-es évek elejé Orbán Viktor interjúkat olvasgatok. Sok szó esik az Antal kormány értékeléséről. És még én is emlékszem Orbán nyilatkozataink kívül arra, hogy az első 100 napos értékelésnek a címe a Fidesz oldaláról az volt, hogy homályból homályba. Uh-huh. És szerintem ez kifejezi az egész antali vállalkozásnak a kamikáze jellegét, de hogy a sikert mondjam, hogy mi a sikerpont mondjuk egy Orbán fókuszából, egy 93-as Orbán fókuszából, azt mondta, hogy az egy nagy talány volt, hogy sikerül-e végrehajtani a modernizációt a diktatúra elkerülésével. És Antalnak érdeme, hogy végül is elkezdett egy modernizációs fordulatot, fenntartva a demokráciát. Igen. De ami a csődje, és az András utalt is erre, meg ti is utaltatok erre, tehát a világgazdasági környezetből adódóan is, hogy hát egy gazdaságilag egy katasztrofális állapotban lévő országot eredményezett mindaz, amit csinált, vagy szenvedte el mindaz, ami... Nem ő csinálta. Hagyta, hogy csinálják. Hát igen, tehát azzal például, amit az András is mondott, hogy a gazdaságpolitikához nem értett, tehát egész egyszerűen a humán erőforrás kérdése. Bocsánat, tehát ennél, mert egy miniszterelnöknek érten, tehát nem kell, hogy közgazdász legyen. A helyzet ennél rosszabb, mert hogy persze nagyon sok mindenben igaza van az Andrásnak, amit egyébként ez nem csak Antalra, az egész ellenzékre igaz volt, hogy hirtelen itt volt a rendszerváltás, és nem volt a nomenklatúrához képest egy alternatív garnitúrája, az SZDSZ-Fidesz pártszövetségnek se volt, nem csak a Keresztény Nemzeti Pártoknak. De én azért emlékszem 90 nyarára őszére, amikor olyan játékosok voltak a kormányban, a gazdaságpolitikában, mint Rabár Ferenc, Matolcsi György, na most ők ketten azok, akiknek menniük kell a kabinet környékéről. Matolcsi György, gyakorlatilag a jelenlegi jegybankelnök,
De ők egymással is harcoltak, emlékeim. Oké, csak Matolcsi volt az egyetlen olyan fiatal, innovatív közgazdász, aki nem a neoklasszikus demagógiát mondta föl Szolgaian. Viszont ott maradt az irányítópultnál, nem feltétlenül nagy reflektorfénybe. Hát egyrészt ugye Bot Péter Ákos, másrészt Raskó György. Tehát ennek a két figurának hatalmas szerepe volt, és ezért Antal a felelős, hogy például a privatizáció, az egész tulajdoni rendszernek az átalakítása hogyan zajlik le. És ebben volt választási lehetősége, hogy Rabár Matolcsi, vagy Bod Raskó. És ez Antal választása volt. De ezzel együtt persze kívülről, meg utólag mindannyian rettenetesen okosak vagyunk. Hogyne. De ráadásul az a generáció, ami Antal teljes természetességgel dédelgetett egészen hamis illúziókat, nem egyszerűen a nyugat, az angol száz hatalmak tekintetében. De ma, és ez nem pusztán külpolitika, hanem ez a gazdasági szerkezet átalakulására is kihat. De ma, tudnélik, Antal József például mereven ellenállt annak, hogy Magyarország a lengyelekhez hasonlóan mondjuk kezdeményezzen tárgyalásokat az adósság elengedés. Antal ennek ellenállt, de ebben ott voltak, ez nem valamiféle körmönfont összeesküvés elmélet miatt, hanem ott volt benne az a tisztelet, ami az angol száz hatalmakat, az angol száz politikát már a második világháború idejéről övezte abban a polgári elitben, amiből Antal jött. Tehát ezt nem lehet a szemére vetni, de azt meg lehet állapítani, hogy ez a fajta Szolgai a mintakövető külpolitikai hagyomány, ami egészen 2010-ig töretlen a magyar külpolitikában, benne az első Orbán kormány 4 évét is, ezt azért nagy mértékben az antali felfogás alapozta meg. Hát igen, meg azért nem csak az angol száz, a német modellet is tulajdonképpen az egész választási rendszerünk, ez a keresztény demokrácia kultusza, ami szép dolog, de azt gondolom egyfajta szociális piacgazdaság kell, hogy ez létrejöjjön, és a Magyarországon meg a keresztény demokrácia mennyiben van, nem teremtett egy szociális piacgazdaságot, mondjuk a szocialisták se természetesen. Ja, nagyon nehéz innen ennyi év távlatából és kívülről megítélni, de szerintem az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy tényleg nem rendelkezett gazdaság és társadalom politikai felfogással, hogy mit akar csinálni, mit akar létrehozni, vagy egyszerűen miniszterelnökként szembesült azokkal a korlátokkal, amelyek lehetetlenné teszik ezt. És neki a legnagyobb, ezzel kapcsolatban a legnagyobb problémája az volt, közvetlenül a rendszerváltás után megkülönböztetve az összes későbbi miniszterelnöktől, hogy közvetlenül a rendszerváltás után egyrészt ismeretlen mezőkön járt, másrészt nagyon finoman kellett figyelnie arra, hogy pont az előzmények okán mikre hivatkozik mondjuk adott esetben a valaminek a kivitelezhetetlenségével kapcsolatban. Tehát azért vagyok bizonytalan, mert nem, én nem tudom eldönteni ezt a kérdést. Abba biztos vagyok, hogy rengeteg korlát vette őt körül, azok, amiket az előbb felsoroltunk. Hát ismerjük azt a elhíresült mondatot. Tetszettek vagy volna. Hát nem is arra gondoltam, bevallom őszintén, nem ennyire, hanem amikor szembesül avval, hogy a frakciójában hány olyan ember ül, akire ő igazából nem számított, most annik, hogy magamat mindenféle perekeré állítanám, így írtam igen, körbe. Tehát gondoljatok bele, hogy az őt a mindennapokban támogató frakcióról beszél. Igen. Honnan meríthette volna a minisztereit, államtitkáreit, honnan meríthette volna azokat a gondolatokat, hogyan meríthetett volna támogatást azokhoz a gondolatokhoz, amik esetleg más irányt vettek volna. Kicsit úgy tekintek a mai időből vissza Antalra, hogy nagyon hasonló módon kellett cselekednie, mint a szocialista pártnak kellett a 90-es évek második felében, erőcsoportok között állandóan mérlegelve, ingázva. Csak egy ilyen metaszintű problémát akarok felvetni, hogy szerintem Antal elveszítette egy pár vitát, ami metaszintű vita. Például mondtam ezt a történelemhez való hozzáfordulást, de elveszítette azt a vitát is, ami a szakértői kormánnyal függ össze. Amit én a 80-as években olvasom rengeteg irodalmat, hát a reformközgazdászok uralták a gazdaságról és a politikáról szóló diskurzust, és Antal kudarca tulajdonképpen konzerválta a Horn Gyuláék révén az emberekben is azt a mitoszt, hogy hát szakértői kormánnyal lehet kezelni a válságot. A rendszerváltás nagy hazugsága volt. Így van.
És ez csak a 2000-es években, egyébként zömében, a Fidesz eredményeképpen, vagy a Fidesz verte szét a szakértői kormánynak a gondolatát, meg az illúzióját. De ez a gondolat, hogy a szakértői kormány kell, emberek, akik értenek hozzá, és kivezetik az országot a válságból, ez egy majdnem két évtizedes gondolat maradt a rendszerváltás után. De csak egy, bocsánat, egy mondtad, hogy a rendszerváltás nagy hazugsága. Ez az egyik nagy hazugsága, a másik nagy hazugsága az volt, amikor a szüleinkkel és nagyszüleinkkel elhitették, hogy felérték az unokáik jövőjét. Mert az az összeg, az nagyjából az impexeken keresztül tűnt el az országból. Világos, még annyit, hogy ugye Tölgyesi írta azt le, azt hiszem a Hegymenetnek az előszavába talán, hogy a 80-as években ez a szakértő mítosz egyrészt azért alakul ki, mert tulajdonképpen az impexes nomenklatúra valójában ellenérdekelt addigra már a kádári modell fenntartásában, függetlenül a geopolitikai mérkőzésektől, másrészt pedig tényleg az az emberek megélése a legkisebb struktúráktól, TSZ-ek, iskoláktól kezdve egészen fölfelé, hogy nehogy már a hájfejű kiöregedett pártitkárok mondják meg, hogy hogyan nézen ki egy iskola, egy gyár, egy TSZ. De ami a 80-as években forradalmi volt, hogy ne a politika mondja meg, ugye ezt írja le nagyon szépen Tölgyesi, onnantól kezdve, hogy közvetlenül nép által legitimált kormánya van az országnak, az gyakorlatilag a politikai kormányzást tette lehetetlenné. Tehát a szakértő kormányzás mítosza egy demokratikus alapelvet, a politikai kormányzás igényét lékelte meg 90 után. Ennyi volt, köszönöm, ez volt a végszó. Ami az igazi tragédiája volt egyébként szerintem Antal Józsefnek többek között, hogy kormányzása egy veszőfutás volt, és most azok dicsérik, akiknek annak idején a kezében volt a vesző. És még egy óriási tragédia, hogy ma megkérdeztem a hallgatóimat, hogy mit tudnak Antal Józsefről, szinte semmit. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, a üre nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on, milyen szerepet tölt be Közép-Európa, Kelet és Nyugat között, az Ez itt a kérdés következő műsorában erre keressük a választ. Tartsanak velünk legközelebb is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.